Köszöntöm nézőinket! Szerintem nem igazán nőies hivatásokról beszélgetünk ma, de majd vendégeim eldöntik és megpróbálják meggyőzni önöket is, meg talán engem is. Már is mondom, hogy kik a mai női szemmel vendégei. Dr. Kulka Janina, egyetemi professzor, a Semmelweis Egyetemről, Dank Magdolna, ja és patológus, ki ne felejtsem a lényeget, Dank Magdolna, a Semmelweis Egyetem egyik vezető onkológusa, egyetemi docens, és mellettem pedig Ambrózai Éva, radiológus, főorvos, mondhatom, hogy mammográfus vagy, ugye? Igen. Mielőtt bármilyen megjegyzést tennék, akár a szakmátokról, akár bármi másról, Janina, neked valaki behúzott tegnap este? Mert nem, hogy itt látok valamit. Történt, és ezt előre elhatároztam, hogy az lesz az első mondat, amit elmondok, hogy nem a bántalmazó patológus nőkről fog szólni ez a műsor. Pénteken fogorvosnál voltam, és egy kisebb szájsebészeti műtét történt, és ez hagyta ezt a nyomot. Fáj és most még? Már sok, nem fáj, sokkal szebb, mint volt. Azért sokat megpróbáltunk a sminkkel eltüntetni belőle, hadd tegyem hozzá. Igen, majd én is próbálkozom. Visszatérve ugye a hivatásotokra, hiszen ül itt egy patológus, egy onkológus és egy radiológus, én azt gondolom, hogy azért nem annyira nőies hivatás, és nem szándékosan nem mondok foglalkozást, amit ti választottatok, mert hogy nyilván nagyon sok öröm van benne, de szinte naponta randevúzni a halállal, az szerintem nem egy huncut mulatság. Ki kezdjen válaszolni? Hát aki, de van rá, Magdi például. Rád néztem. Inkább azt mondanám, hogy a halál, ami mindannyiunknál a vég, nem mindegy, hogy hogyan következik be. És hogy neked is az jut az eszedbe rólam, mint onkológusról, hogy a halállal randevúzó. Mert nem. Ez nem jó. Mert nem. Mert hogy nagyon sok olyan betegség van, ami megrövidíti az adott páciensnek a várható túlélését. És de ne értsd félre, de a médiában a hír, hogyha valami tragédia, ha valami történt. Amikor a csontáttétes betegem 16-17 évvel a diagnózis után még mindig jön, és ellátja a családot. Ez egy nagyon jó hír, csak ezt nem fogja a média kiemelni. De most kiemeljük. És ez nagyon, ez borzasztóan fontos, mint ahogy az is, amit kolléganőkkel együtt nagyon szeretnénk aláhúzni, hogy a daganatos betegségeknek a jelentős része ma a krónikus betegség csoportjába tartozik. Tehát hosszú távú túlélők vannak. És tegyük mindjárt hozzá, hogy a hosszú távú túléléshez a jó életminőség is társul. És ez a legfontosabb. Tehát akkor azt mondjátok, hogy amikor ma valaki szembesül azzal a diagnózussal, adott esetben egy onkotém munkája alapján, vagy nyilván beszélgetünk erről, és hogy ő rákos, akkor nem a horrorisztikus félelemnek kell eluralkodnia rajta? Meg nem a szívszorító, torokszorító érzelmeknek? Janina, minek? Hát én azt gondolom, hogy ez részben személyiség függő is, hogy ki hogyan éli meg ezt a pillanatot, amikor ezt a diagnózist meghallja. Én azt gondolom, hogy nem. Nem kell kétségbe esni, nem kell azt gondolni, hogy már itt a vég, és ezen nem lehet segíteni, hiszen mindannyian, akik itt ülünk, például azon dolgozunk, hogy mindenki a maga területén a lehető legjobban, legpontosabban írja le azt a betegséget, amiről szó van, ezt a malignus daganatos, rosszindulatú daganatos betegséget, és a beteg ezekkel a jó, megfelelően kidolgozott diagnózisokkal kerüljön a megfelelő szakemberhez, aki aztán ezek alapján őt a ma optimális módon fogja kezelni, és ezzel esélyt adni arra, hogy ahogy a Magdi az előbb mondta, hosszan krónikus betegségként éljen ezzel a daganattal. Éva, mit tud ehhez hozzátenni a radiológus? Hát a radiológus... Meg a mammográfus mit tud hozzátenni? Tehát hogy igazából én egészséges nőkkel foglalkozom, ugye az emlőrák szűrés a feladatunk.
És ha kiemeljük a hölgyeket, tehát én azt szoktam mondani, mert hogy én vagyok az első ember, aki igazából a patológus leletei alapján, meg az én képem alapján közli a rossz hírt a beteggel. Aki még nem is tudja, hogy beteg. Na de várja, tehát, akkor mégse csak egészséges emberekkel foglalkozol. Hát az a jelentős része egészséges, tehát ugye a kiszűrt betegeknek csak az ilyen 10-11% a rossz indulatú daganatos lesz. És az első emberként igazából én azt szoktam mondani, akit szűrésből találunk meg. Hogy pont ez a lényege, hogy megtaláltuk időben egy nagyon kicsi daganatot, tehát ő esélyt kap arra, hogy egy teljes életet éljen ezután is. És hát ebben ez a lényege a mi munkánknak, most a mammográfusként. Tehát akkor végül is ti mind a hárman azon dolgoztok, hogy az, amit én mondtam, hogy ne ez a torokszorító félelem uralkodjék el az emberen. Na most szakmázunk még, de azért én rátok is, tehát én nem csak a patológusra, az onkológusra, meg a radiológusra, hanem az emberre is kíváncsi lennék. És én azt gondolom, hogy amikor mondjuk kicsi lányként rajzolgattatok a homokba mindenféle figurákat, akkor egyiketek se arról álmodozott, hogy én patológus leszek, én meg onkológus, én meg radiológus. Szóval Hogy kerültetek abba a székbe, nem ebbe a székbe, abba a székbe, ahol most ültök a hivatásotok szerint? Janina. Én tulajdonképpen nem tudtam, hogy, tehát sokáig nem tudtam, hogy mi akarok lenni, akkor jó későn eldöntöttem, hogy mégiscsak orvos szeretnék lenni, és amikor az egyetemre jártam, akkor nem jutott eszembe, hogy patológus szeretnék lenni. És amikor egyre közelebb jött a végzés, vagy az a pillanat, amikor az embernek a kezébe adnak egy papírt, hogy innentől már jogod és kötelességed a beteg ember gyógyítása, akkor azt gondoltam, hogy kéne még egy kicsit tanulni. És akkoriban az egy nagyon elterjedt hiedelem, vagy nézet volt, inkább így mondom, hogy nézet, hogy aki patológián szerez egy szakvizsgát a végzés után, az lesz a legokosabb orvos. Mert ott tényleg mindent látunk. És akkor te egy ilyen maximalista nő vagy, és te legokosabb akartál lenni. Én akarok lenni a legokosabb, és jelentkeztem arra az állásra, mert akkor ki volt írva a Semmelweis Egyetem 2-es patológiai intézetében is fölvettek. És azóta is ott dolgozom. Na most nyilván 100 000-en megkérdezték már tőled, de most akkor én leszek a 100 001-dik, hogy milyen volt az első boncolásod? Hát, ahogy elképzeled. Nehéz. Olyan. Bár az ember az orvos egyetemen ezzel találkozik. Tehát nem az volt az első eset, vagy első boncolás, amivel találkoztam, hiszen már a képzésünk alatt, az első évben, a másod évben, és aztán én Szegeden tanultam akkor még Korbonc tannak nevezett tantárgyat, és ott minden gyakorlaton találkoztunk ezzel. Tehát nem volt ez olyan mértékig megrázó, vagy olyan mértékig újdonság, de persze más felelősség volt akkor, amikor az ember már ő maga végezte ezt a boncolást. Magdi, te hogyan jutottál el az onkológiáig? Meg egyáltalán az egyetemre én sem orvosnak készültem, hiszen az osztály fele biológia tagozatos volt, én kémia tagozaton érettségiztem, aztán mégis orvos lettem. Én azt gondoltam akkor, hogy az ember akkor a legokosabb, hogyha belgyógyász lesz, mert akkor átlátja a betegségeket, és az első szakvizsgám az belgyógyász. És a szakvizsgát követően jött egy olyan fordulat, hogy a váltás, mint egy kihívás került elém. Akkor még nem volt annyira jó szakvizsga, hogy az ember klinikai onkológussá válik, és tényleg egy nagy kihívás volt. De hogy azért a boncoláshoz térjünk vissza, én előfelvételivel kerültem az egyetemre, és az Országos Onkológiai Intézetben voltam segédnővér. Az első boncolásnál a fogadást kötöttek arra, hogy ha én lemegyek, vajon fogok-e hányni, vagy nem, úgyhogy ott volt mögöttem a vödör. És hogy elájulsz, vagy nem ájulsz? Se nem ájultam, és se nem került a vödörbe más tartalom, és megmaradtam a pályán.
A belgyógyászatot ma is nagyon fontosnak tartom, hiszen az onkológia belgyógyászati alapokon nyugszik, de ma már ez egy külön önálló szakvizsga, tehát azok a fiatalok, akiket már én tanítok, ők már első szakvizsgaként szerzik meg a klinikai onkológiát. Éva, te jössz. Én igazából nővérnek tanultam. Tehát, és úgy is kezdted? Nem, mert iskolában a tanáraim mondták, hogy felvételizek az orvos egyetemre. Tehát én sem igazából orvos szerettem volna lenni. Hallgattam rájuk, jelentkeztem, felvettek. Nagyon jó csoportba kerültem, és hát jött a lehetőség, hogy én ugye Pesten éltem, és akkor elköltöztem a végén család miatt Kecskemétre, és ott radiológus állás volt szabad, amikor végeztem. Tehát igazából így lettem radiológus, meg hogy úgy gondoltam, hogy egy kis szakmát fogok választani, idézőjelbe kis szakmát. Utána derült ki számomra, hogy ez az egész orvoslást fölölelő nagy, nagyon nagy és nagyon mély szakma. Ezen belül mondjuk a mammográfia, amivel most foglalkozom, ez egy kisebb területe, de ez meg abból a szempontból mélyebb, hogy itt azért a kicsit bele kell folyni a patológiába, a kezelésekbe, az onkológiai vagy sebészeti dolgokba is, tehát ez egy kicsit szerteágazóbb, mint maga a radiológia, csak a képalkotás. Én azt gondolom, hogy mindenkinek az életében vannak mindenféle kihívások, pláne olyan embereknek az életében, akiknek a hivatása egészen pet kíván, és meggyőződésem, hogy mind a hármatoknak olyan hivatása van. És ahogy én visszaemlékszem a fiatalabb koromban, volt olyan, hogy már az is egy nagyon bonyolult szervezés, vagy logisztika kellett legyen, hogy a két gyerek eljusson az egyik óvodába, a másik meg iskolába, ezt nyilván anyaként ti is tudjátok. Mi volt az életetekben a legnagyobb kihívás? Lehet ez szakmai vagy magánéleti, tök mindegy. Kinek ugrik be valami hármatok közül? Mert akkor nem nézem fürkészen Janinát, hanem nézem Magdit például. Amikor az ember eljut odáig, hogy a tanítványai sikere fontosabb, mint a sajátja. Amikor ott és te eljutottál odáig. Igen. És ez egyébként nagyon klassz, nem? Nagyon hálás vagyok azoknak a gyerekeknek, akiket én taníthattam, meg akiket tanítani tudok, hogy a jövő generációját nevelni. Az egy igazi kihívás, hogy úgy adjam át a tudásomat, hogy motiváljam őket. Tehát sokszor látni azért a mai fiataloknál ezt a motiválatlanságot. És ahogy haladok előre, hogy bölcsebbé válok a korom által. Én is ezt szoktam mondani, szinte ugyanezzel a szófűzéssel ezt a mondatot, igen. Ez az igazi kihívás, hogy tudom-e motiválni, hogy tanuljon. És amikor egy tanítványom vagy egy beosztottam egy bizonyos területen okosabb, mint én, arra annyira büszke tudok lenni, mert én tudtam átadni neki valamit, én tudtam elindítani, és ez egy jó dolog. És azt, hogy az ember ezt megélte, hogy jobban izgul valakiért, mint saját magáért. Ez szép. Én azt hiszem, hogy nekem a legnagyobb kihívás az volt, hogy volt egy édesapám, aki egy csodálatos ember volt, és egy csodálatos orvos, és mindig meg akartam felelni ennek a mércének. Egyébként, ha már most apukádat szóba hoztad, akkor én ilyen intim pista módon elmondom, hogy a Lélegzet című lap, ami a tüdőgyógyászok lapja, mostanában emlékezett Kulka Frigyes professzorra, a te édesapádra, és értelemszerűen az interjú alanyok között, hogy ne szerepeltél volna te is. És volt egy nagyon édes sztori, amit az akadémiai üdülőről szólt. Azt mondd már, mert ez tényleg annyira kedves. Ez mesél? Uh-huh. Az csak nagyon röviden. Amikor érettségiztem, akkor utána valahogy ketten maradtunk, mert a anyám meg a testvére valahol máshova mentek akkor azon a héten, és elvitt engem az akadémiai üdülőbe, Almádiba. És mert az egyik vicces dolog az volt, hogy szemlesütve jártak a többi vendégek, mert azt hitték, hogy a szegedi sebész professzor megérkezett a fiatal barátnőjével. Akkor ezzel rengeteget röhögtünk, és csak azért is rájátszottunk erre a dologra, és kézenfogva sétálgattunk a kertbe. És amire gondolom, hogy céloztál, az a cigarettás történet. Igen. Hogy ugye ő
tüdőrákos betegeket operált, nap mint nap gyűlölt a cigarettát, soha-soha nem dohányzott. És én meg voltam róla győződve, hogy nem is tudja, hogy mi dohány, már mi a gyerekei dohányzunk. De valahogy úgy alakult egy este, hogy odaült valaki az asztalunkhoz, aki egy régi kedves ismerős, és megvacsoráztunk, és a vacsora után, amikor még lehetett dohányozni bent az étteremben, elővette a cigarettát, és megkínált. És hogy annyira szerettem volna rágyújtani, így ránéztem ilyen kérdőn, és így csak visszanézett, hogy na gyújts rá. És akkor rágyújtottam. És ezzel még nincs vége a történetnek. És ezzel még nincs vége a történetnek, igen. Mert eltelt az este, nagyon jól beszélgettünk, majd másnap reggel, mire felébredtem, ott volt az ágyam mellett egy ez az elképesztően elegáns, drága cigaretta, fekete dobozos John Player Special, amit akkor szerintem nem is tudom, hogy hol lehetett azt kapni akkor. És akkor ez valahogy nem is tudtam szóhoz jutni akkor, meg nem is tényleg így nem tudtam, hogy most ez mi. És csak később értettem meg, hogy ez ő, hogy ez a nagyvonalúság, a tolerancia és ennek az elképesztő ez szeretetnek a megnyilvánulása. Úgyhogy ezt a dobozt, ezt őrzöm. Azon. Nem csodálom, mert ez tényleg hallatlan tolerancia, hogy én valami olyasmit támogassak, amit magam utálok és megvetek, és mert én annyira szeretlek téged, azért azt mondom, hogy ha neked erre van szükséged, legyen. Na most, te neked egyébként sikerült ezt a fajta toleranciát kifejlesztened magadban, és én mondjuk... Én azt gondolom, hogy igen. Én magam toleráns embernek gondolom, de egyébként a korral ez csökken. Ezt is érzem. Ezt nem mondod. De. Mert én meg pont, én nem voltam az, és én meg úgy érzem, hogy én a korral leszek, meg vagyok. Lehet, hogy a bölcsesség én ezt és fordítva, a tolerancia. Fordítva csinálom ezt a dolgot. Ti milyen értékrendet, ha már most Janináról beszéltünk, meg az ő édesapjáról, akkor ti otthonról milyen értékrendet hoztatok? A klasszikus polgári értékrend, német gyökerek, nyilván egy kicsit poroszos, bizonyos dolgokban kicsit merev, de mindig az emberséget előre tevő. Emlékszem egy nagyon kedves történetre, nagyanyámmal sétáltunk, amikor egy kocsiban toltak egy nagyobb acska gyereket, akinek így állt a keze, folyt a nyála, és az egész egy ilyen szörnyű látvány volt, és én megrángattam nagyanyámat, hogy most nézze, hogy ez milyen. És rám nézett, és azt mondta, hogy és látod, hogy milyen szép búzakék szeme van. És nagyon hosszú ideig nem értettem, hogy mi ennek az üzenete, és ma már tudom, tehát mindig meg kell találni azt a nagyon szép búzakék szemet. De egyértelműen ez a polgári értékrend, ami bizony nagyon sokszor nehézségekkel is járt, hiszen a megfelelésen is mindig az édesapámnak akartam megfelelni, és a mérce nagyon magas volt. Ugye ő geológusként nagyon nagy név a szakmában, és akkor ott volt bennem a kis ördög, hogy nem akarok a kis dag lenni, és a kis geológus, úgyhogy talán a pályaválasztásomban is ez is szerepet játszott, hogy megmutatni, hogy én is képes vagyok valamit elérni. Egy másik pályán. Egészen igen. Máshol. Éva? Hát nálunk a szeretet volt, ami talán még kiemelhető a családból, tehát a szüleim testvéreik felé én egyedül voltam, de folyamatosan nagyon fontos volt a család. Az ő nekik a nagy családjuk, tehát nagyszüleim, az unokatestvéreim, tehát hogy minél nagyobb családban legyen az ember, annak ellenére, hogy hárman éltünk Pesten, csak a családból, többiek vidéken voltak, de amilyen szabadságunk volt, mindent ott töltöttünk vidéken. Valószínűleg ezért van nekem is nagyobb családom. Az mit jelent az a nagyobb család? Négy fiam van. Azt a mindenit, gratulálok. Az iked? Úgyhogy... És mekkora az a négy fiú? Hát én nekem a kihívást igazából beszélgettünk róla, az első kihívás az hatod évben az a hír, hogy hármasikrek vannak a hasamban. Azt a... Ez akkor kicsit nagy kihívás volt. De megment minden. Tehát ez is családi szeretettel, meg családi segítéssel a édesapjuk családja részéről
hogy hol anyósom volt velünk otthon, hol édesanyám volt velünk otthon. Szóval az egyetemet tudtam fejezni az édesanyámnak köszönhetően, mert ő maradt otthon a három gyerekkel. Meg felnőttek. Úgyhogy nektek hány gyereketek van? Nekem három van. Hát akkor nem maradtál le nagyon, maradjunk annyiban. A statisztika másik oldala egy. Egyébként, hogy akkor most egy picit szakmázzunk, mert most már beszéltünk a gyerekeitekről, az értékrendjeitekről. Ugye az ember egy patológusról, Janina, mert azért a legizgalmasabb itt a három közül mégiscsak a tiéd, és azt hiszem, hogy arról tudunk a legkevesebbet a patológus foglalkozásáról. Vagy majd mindjárt mondod, hogy ez nem is foglalkozás, hanem hivatás, majd te ezt eldöntöd, hogy ugye az ember azt gondolja, hogy valami alaksorba üldögél és boncol, tehát hogy így ezzel múlatja az időt. Na most ez nem feltétlenül így van, ugye? Hát ez egyáltalán nem így van, bár a magyar kórházak egy jelentős részében a patológiák mind ilyen helyeken vannak elhelyezve, vagy a leghátsó épület a kórház udvarban, vagy tényleg az alaksorban, sötét szobákban. De a többi nem igaz. Tehát ma már a patológus munkája az egyáltalán nem a boncolásról szól. Természetesen folynak boncolások, megfelelő kérdések tisztázására, tehát azokban az esetekben, amikor a kezelés, a kórházi kezelés alatt kérdések maradtak nyitva, nem tisztázott a halálok. Azokban az esetekben a patológus nagyon fontos adatokat tehet hozzá ehhez a beteg történetéhez, és kell is, hogy hozzátegye. De bocsáss meg, neked akkor nem a szike a fő munkaeszközöd? Nem, abszolút. A mikroszkóp? Nem, és sokkal inkább a mikroszkóp. Tehát ma ezt akartam mondani, hogy ma Magyarországon körülbelül az átlag arány a kórházban meghaltak boncolásának az aránya az olyan 30-40%. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy messze nem ez a legfőbb tevékenységünk. Sokkal inkább áttevődött a mi munkánk a szövettani diagnosztikára, illetve nem csak a szövettani, hanem a citológiai diagnosztikára és a molekuláris diagnosztikára is. És ez azt jelenti, hogy napi x órát ülünk a mikroszkóp mellett, és a különböző klinikai vagy kórházi osztályokon betegekből eltávolított szövetmintákat megfelelően feldolgozva metszetek formájában vizsgáljuk, vagy kenetek formájában vizsgáljuk, vagy molekuláris módszereket alkalmazva elemezzük. Na most ugye nem véletlen, hogy most melletted egy onkológus, meg egy radiológus ül, hiszen ugye ti úgynevezett onkotémekben is dolgoztok együtt, ahol ezek a szakmák együtt beszélik meg, hogy hogyan kell például egy beteget kezelni, és hogy milyen kell legyen az ő terápiája. Tehát akkor ahhoz neked is hozzá kell tenni, meg neked is. Ki mit? Én hozott anyagból dolgozom. A daganatnak a diagnózisát mindig a patológus adja meg. A radiológus gyanújeleket ír le, az alapos gyanúját, de amikor a patológus leírja, hogy ott van a rossz indulatú daganat, akkor áll föl ugye a rák betegségnek a diagnózisa. Hogy milyen kezelést adjunk, az szabja meg, hogy melyik szervnek a daganatáról van szó, milyen az elhelyezkedése, terjed-e a környezet felé, illetve már távoli szervekben megjelenik, ugye a köznyelv ezt az áttétes daganatnak nevezi. Erre a képalkotó szakember fog választ adni, számos modalitást használva, különböző vizsgáló módszereket megadva. A daganatnak a biológiai viselkedése az, ami meg fogja szabni, hogy milyen kezelést választunk, illetve a biológiai viselkedés ismerete az, ami a prognózisról informál bennünket. Amikor valaki azt tapasztalja, hogy akár 4-5 góc van a mellében, és elkeseredik, hogy ő mennyire előre haladott állapotban van, és azt mondja a patológus, hogy ez egy jó biológiai viselkedésű daganat. Nincs benne meg az a képesség, hogy nagyon gyorsan osztódjon. Nincs benne meg az a potenciál, hogy a radiológus megtalálja a távoli szervekben az áttétet. Ennek a betegnek lehet, hogy sokkal jobb a prognózisa, mint ahol egy fekete bors szemnél kisebb daganatról van szó, de pontosan a molekuláris patológiai leletre támaszkodva tudjuk, hogy
nagyon rossz a prognózis, nagyon agresszív a daganatnak a viselkedése, holott itt egy pici daganatról volt szó. Egyébként nagyon érdekes, ahogy beszélsz, de nyilván régebb óta ismeritek egymást, hogy Magdiból valami hallatlan nyugalom árad. Na most ezt a betegeiddel is így teszed? Tehát, hogy ezt a fajta nyugodtságot ők is érzékelik? Vagy te nem szoktad a fejedet elveszíteni? Te mindig ilyen égott és nyugodt nő vagy? Muszáj megkérdeznem. Amúgy az éveim előre haladtak. Egyre nyugodtabb ez. Egyre nyugodtabbá váltam. És nagyon nem mindegy, hogy én mit fejezek ki. Nagyon sokszor belül azért ott van a háború, de ez vonatkozik a munkatársaimmal való kapcsolatra, ugyanúgy, mint ahogy a betegekkel való kapcsolatra. Hogyha azt látja a páciens, hogy én ideges vagyok, hogy frusztrált vagyok, azt fogja érezni, hogy elbizonytalanodtam, nem tudok valamit. Ma már megtanultam azt is, hogy elmondjam, hogy mi az, amiről nincs elég információm, vagy mi az, aminek utána kell menni, mi az a pont, ahol meg kell még másokat kérdezni. Ehhez is kell az a bölcsesség, hogy az ember tudja, hogy hol vannak a határai, hogy hol van a tudásának a határa. Nem kell azt szégyelni, hogy ennek még utána kell olvasni. Meg kell valaki mást kérdezni, akár egy külföldi centrumnak föl kell tenni a kérdést. Vagy amikor az onkotím is úgy dönt, hogy még valamit megnézünk, még valamire kíváncsiak vagyunk, és adott esetben egy páciensnek egy adott bajára lehet többféle kezelési mód is. El kell mondani, hogy létezik egy ilyen beavatkozás, létezik egy másféle metódus, melyik mivel jár, ahhoz már fölnőttek szerencsére a betegeink is, hogy a betegedukáció, a betegképzettség magas szinten kizökkenthetetlenül nyugodt a nő, és szerintem ez a betegeinek nagyon jó lehet. Tehát biztos, hogy sokkal jobb egy ilyen orvossal beszélgetni, mint valami hektikussal, aki nem igazán veszít, nincs benne elég empátia, és nem igazán figyel oda rám. Én azt javaslom, hogy bár volt ennek a beszélgetésnek az emberi momentumon túl eddig, és nagyon sok ismeretterjesztő momentuma, de én azt mondanám, hogy miután nagyon fontos a mammográfia, végül is ugye az emlőrák, a te szakterületed is a patológiában, Janina. Ha jól tudom, akkor neked is, és hát te pedig a szűrővizsgálatokkal foglalkozol. Nekem magamnak volt annak idején olyan rádiós kolléganőm, aki azt mondta például, hogy ő azért nem megy el a mammográfiára, mert hogy fáj, és hogy az ő mellét az nagyon összeszorítja. Hát akkor én most azt mondom, hogy nézzük meg, hogy milyen ez a szűrővizsgálat. Jó napot kívánok, tessék jönni. Ide tetszik állni a géppel szembe. Velem szembe egy picit először, jó? Fel kell emelni így a két kezét magasra, egy picit magasabbra, jó? Meg fogom önt vizsgálni. Van-e valamilyen tapintható elváltozás? Csomót vagy bármi egyebet érezzem, nem? Jó, váladékozás szokott találni. Családban anyai ágon, vagy esetleg abai ágon emlőrákos betegség nem van. Mikor volt a legutolsó mammográfiás vizsgálata? Most van több mint két éve. Több mint két éve. Jó, rendben. Húta hangom voltam. Még egy kicsit így csípőre tegye a kezét. Jó. Szembe kéne állni a géppel, leengedi a két karját, és először a bal oldallal fogunk kezdeni. Lazán leengedi magam elé. Jó. Így marad. Picit. Jó, kis türelmet. Jó, lépjen hátra. Szintén szembe kéne állni a géppel. Jó, és most a másik oldal jön ugyanilyen. Leállításból. Nagyon jó. Jó, lépjen hátra egy picit.
két felvétel van hátra, két oldalirányú. Ide kéne állni a gép mellé, és bal kézzel itt megfogja a kapaszkodót. Jó. Nyugodtan engedje rá a karját, a honalját. Így leengedi. Fejét emelje fel. El lehet engedni a gépet. Befordulunk. Jó, lazán tetszik tartani. Fejét felemelni. Jó, így marad egy picikét. Jó, köszönöm szépen, készen vagyunk. Amennyire én tudom, 2002 óta létezik az a fajta mammográfiai szűrőrendszer Magyarországon, amire én a sokat szidott és tényleg több sebből vérző magyar egészségügyi rendszer részeként kiemelve azt mondanám, hogy ez egy fantasztikus európai színvonalú szűrővizsgálat. Ugyanakkor azt is tegyük hozzá, hogy különböző okok miatt még a svéd nők 90%-a elmegy ezekre a szűrővizsgálatokra, ha a meghívót vagy a behívót, mindegy, hogy nevezem, a kezébe kapja. Nálunk Magyarországon a nők, amennyire jól tudom, majd megint elmondott, hogy igen vagy nem, 40%-a teszi csak meg, ami szerintem rettenetesen nagy felelőtlenség. Igen. Tehát ezek az álhírek, hogy a fájdalom, hogy az emlő, a mammográfia... Meg hogy a sugár dózis megterhel. Igen, a mammográfia csinálja az emlőrákot. Tehát igazából a mi cikkekben nem figyelik meg a hölgyek, mert mindenki csak azt olvassa, ami neki fontos, ami rávonatkozólag tud érvelni vele. Tehát a korokról, tehát 40 éves kor fölött van értelme emlőrákot szűrni. Magyarországon nagyon jó, tehát Európában mi kezdünk el szinte leghamarabb, mi kezdjük el a szűrést 45 évesen. Tehát nagyon korán időben kezdődik a szűrés, a két éves rendszer szintén nagyon jó lehetőség arra, hogy időben észrevegyük, mert van olyan európai országon, 3 évente van, tehát a viszonylag gyorsabban növő daganatokat így nehezebb észrevenni. Tehát nekünk ez nagyon jó lenne, és nagyon jó lenne, ha élnének többen vele, mint 40%, és tényleg sajnos csak 40%-uk él vele. Az átszűrtség sokkal nagyobb ennek ellenére, mert nagyon sokan nem szűrővizsgálatokra, hanem ide-oda járkálnak. És mi másik fele, ami meg a hatékonyságát rontja a vizsgálatunknak, ennek az az ele a fontos, hogy mindig ugyanaz az ember néz, vagy ugyanaz a képeket mindig össze tudjuk hasonlítani. Nagyon sokszor az emlődaganat egy nagyon álcaként indul. Nem igazán mondja, tehát ránézünk a képre, nem azt látjuk, hogy egy daganat nőtt, hanem lett egy újabb pici kis nyirokcsomója talán, vagy akármit, ez kiderül, hogy ez egy daganat. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy mindig rendszeresen egymás után 2 évente át tudjuk nézni a képeket. És aki rendszeresen jár, és egy helyre jár, az ezzel a lehetősége megmarad. De hát reméljük, hogy egyre többen majd eljönnek. Bács-Kiskun megyében most jelenleg azért, hogy visszatérjek a saját, 50% körül járunk, és ez nagyon jó. Tehát akkor ez még az országos átlag fölött is van. Egyébként Janina, te megnéztem, képzeld el most, hogy tudtam, hogy jössz, hogy 2002-ben ültél benne a Hangos Receptben. Az nem ma volt, az 13 évvel ezelőtt, tényleg. Ez ugye a rádiónak egy egészségügyi ismeretterjesztő műsor, a hetente élő műsor 10 évig ment. És akkor azt mondtad, hogy minden 8. nő emlőrákos Magyarországon. Ez egy 13 évvel ezelőtti szám. Most azért arra én kíváncsi lennék, hogy 13 év alatt ez jobb lett ez a statisztika, rosszabb lett, stagnált, mit csinált? Ez stagnált. Stagnált. És nem, remélem nem azt mondtam, hogy minden 8. emlőrákos. Nem, ezt mondtad, hanem tehát, hogy potenciálisan, igen. Emlőrákos, 8 nőből egy igen. Betegszik meg ebben a betegségben, ami egy óriási nagy szám. Ebből évente Magyarországon körülbelül 6500-7000.
új beteg. És hát ugye azt nem lehet elégszer elmondani, semmit sem más műsorokban, hogy mennyire komolyan kéne venni a szűrővizsgálatokat. Szóval nem szocializálódtunk. Ezt így akartam kérdezni, hogy mi a fenét lehetne tenni annak érdekében, hogy a nők, akik érintettek lehetnek, ne a szemétkosárba landoltassák ezeket a papírokat, hanem azt mondják, hogy de jó, hogy mehetek, megyek. Szóval én úgy gondolom, hogy ez az óvodában, vagy a bölcsödében kellene elkezdeni azt a fajta nevelést, ami az egészség értékét hangsúlyozza, vagy tanítja meg észrevétlenül, mindegy, akár észrevéve is az egész kicsikortól, hogy ez ne legyen kérdés, hogyha adnak nekem egy lehetőséget, hogy meggyőződjek arról, hogy egészséges vagyok, vagy esetleg megtaláljanak egy rejtett korai stádiumú betegséget, akkor azzal éljek, akkor menjek el. Magyarországon minden fontosabb. Én úgy gondolom, hogy a nők iszonyúan le vannak terhelve. Nagyon sok családban azt gondolom, hogy az otthoni munka terheit a nők viszik, vagy intézik. Emellett dolgoznak, ugye nagyon jól tudjuk, hogy hány nyilván nő is dolgozik másodállásban, hogy megkeresse a pénzt, vagy ha nem, akkor rohan a gyerekért az óvodába. Tehát, hogy azt gondolom, hogy nehéz beilleszteni az életbe, vagy a napi rohanásba azt a 15 percet, amikor megmondják, hogy ezen és ezen a helyen szűrővizsgálatot ajánlanak. De úgy gondolom, hogy ezen is máshol kéne változtatni. Tehát nem lenne szabad így élni, ahogy hát ma ugye, nagyon sok nő ahogy, él. Ahogy minden gondolom. Ez is a fejben dől el. És ha én tudom, hogy ennek az én életem szempontjából prioritása van, akkor azt a 15 percet, vagy 20-at, vagy egy órát kiszorítom. Mert ugye mindig 2820 elfoglaltságot lehet, de amire akarod, arra mindig van időt. Ez pontosan és ti is millió dolgotok van, most itt ültök, mert fontosnak tartottátok azt, hogy beszélgessünk ezekről a dolgokról. Igen, ez így van. De hát ehhez kéne az a fajta nevelés, ami az ember agyába elülteti ezt a gondolatot, hogy nem érdek, nem baj, hogyha ma 15 perccel később érek a gyerekért az oviba, mert sokkal fontosabb ez. Vagy csak egyen fontosabb, és akkor elmegyek egy szűrővizsgálatra. Magdi, te, aki, illetve te onkológusként biztosan tudod, hogy mekkora rizikója van annak, hogyha én nem megyek el időben, hogyha a patológus nem kezdeti stádiumban találja meg és tudja megmondani, hogy ez milyen daganat, hanem adott esetben akkor, amikor már áttétek vannak. Tehát nyilvánvalóan ég és föld a különbség a kétféle helyzet között. Ja, ég és föld a különbség, hogy valakit már áttétes betegséggel kezelünk, vagy egy korai emlőrákkal kezelünk. A biológiai viselkedésről már elég sokat beszéltünk, nyilvánvalóan ez megszabja a betegségnek a kimenetelét, de azért tegyük azt hozzá, hogy áttétes betegséggel is ma már éveket lehet élni, ami azért nagyon fontos, de ne áttétes betegként diagnosztizáljuk a hölgyet, aki bejön hozzánk már az első pillanatban, hanem korai emlőrákkal, ahol meg lehet gyógyítani. Egyébként itt hallgatlak titeket, és ugye annyit beszélgettünk már. Persze, abba az irányba kellene vinnünk, és abba az irányba is visszük a beszélgetést, hogyha időben mész, akkor nincs baj. De hát ugye pont most beszélgettünk arról, hogy nagyon sokan nem időben mennek. És bár egyre többen gyógyulnak meg a rákos betegségekből, az emlőrákos betegségből is, sajnos vannak, akiket elvisz a rák, és ez nyilván hosszú éveken át így fog maradni. Na most ti, akik azért nap mint nap találkoztok, feltételezem, hogy az örömök mellett, mert hiszen az is kell legyen ebben a szakmában rengeteg, a drámákkal és a tragédiákkal. Mit gondoltok a túlvilági életről? Tehát mit gondoltok arról, ahogy ugye mondjuk Szepes Mária leírja a Vörös Oroszlánban, hogy hány előző élet, meg utána lévő élet, meg hol férfi, hol nő, hol gyilkos, hol áldozat, tehát egyáltalán a reinkarnációról, az élet a halál után, az élet a halál előtt. Ezekről a dolgokról, de mit gondoltok?
Éva. Eddig mindig Janinával kezdtem, úgyhogy most kérlek szépen. Jó, hát igazából, mint... Tehát én katolikusnak születtem, én annyira nem gyakorlom igazából a vallásomat, de alapvetően az, hogy van egy rendeltetés, amit alapból azért tőlem is függ, hogy mire rendeltetek el, és amennyire tudom, az agyammal irányíthassam. Ez tény, hogy mi lesz utánam, ezen nem nagyon szoktam gondolkozni, be kell vallani. Igazából nálunk a családban volt egy meglepő dolog, az egyik fiam nagyon sokáig, amikor nagyon pici volt, állított, hogy neki van egy lánya Angliában. De érdekes. És ez nagyon érdekes volt. Tehát, hogy és aztán... És amikor tudatos volt, hogy ilyen nem lehet, azóta nem jelentett, mondta ezt. Tehát akkor volt egy időszak, amikor ebből kinőtt. Igen. Hány évesen? Hát a négy. Tehát 4 éves koráig volt lánya. Igen. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, igen, volt, ezzel, igen, nem találkoztam soha. Hát mindennek van oka, nyilván ennek is volt oka. Hölgyeim? Én inkább azt gondolom, hogy az ember nyomokat hagy a halála után ezen a világon, és hogyha ezek a nyomok élnek valahogy, akárhogy, más emberek emlékezetében. A szeretteidben? A szeretteimben, vagy bárhogy, bárhol. Akkor ő maga is valahogyan megmarad. Vagy van egy másik, ezt az én életem párja szokta magyarázni, vagy ő így magyarázza, és ez nekem tetszik, és ezért fogom elmondani, hogy a gondolatok is energiahullámok, rezgések, és ezek a rezgések ott maradnak utánunk. És hogy ezt hogy nevezzük el, hogy ezt egy reinkarnációnak nevezzük el, vagy örök életnek nevezzük el, az szerintem teljesen egyéni ízlés kérdése, vagy hozzáállás kérdése. De egyébként erre, amit az Éva mond, hogy az ő fia azt mondta, hogy van egy lánya Angliában, erről még nekem az jut eszembe, hogy az én, a legkisebbik gyerekem, aki 5 évvel az én apám halála után született, alig tudott még beszélni, és az egyik első teljes mondata az volt, hogy sebész leszek, késsel gyógyítok. Esküszöm. Nem lett az, vagy nem lesz az valószínűleg, de ez akkor az döbbenetes. Megdöbbentetek, gondolom. A hit, ugye, az, hogy most az embert megkeresztelik, vagy hogy melyik egyházhoz tartozik, gyerekkorában neveltetésétől függ, de amikor ugye azt mondták, hogy a benned élő, az Isten, ahogy benned él, és hogy hogyan kommunikálsz vele, a kommunikáció az az embernek a lelkiismerete, és azon keresztül kell kommunikálni. Azt gondolom, ez minden orvosban benne van, és valahogy a hitnek valamilyen formája. Én ugyan katolikus vagyok, de református templomban érzem jól magam, mert az letisztult a fehér, a tisztaság. Amikor nagyon el kell gondolkozni valamin, amikor úgy saját magammal meg kell beszélni dolgokat, akkor térek be egy ilyen templomba. A misztikusság az körülöleli a daganatos betegségnek a tényét, és nyilvánvalóan, hogy egy ilyen holisztikusabb szemlélet, a más szemléletmódnak a megtanulása, és amiről sokat beszéltünk, a tolerancia. És a tolerancia a más vallás fele is, hogy miért választ valaki, miért lesz buddhista egy betegen, miért jut el odáig. És ami nagyon érdekes, hogy az ateista betegek a haláluk előtt valahogy megtérnek meg. A ja, Istenem! És hogyha megnézzük a szimbólumokat, hogy miket használnak a különböző egyházak, és az ember másképp tud rátekinteni, a szakrális értékeket találja meg, ezek nagyon egytőről fakadnak, és ezt azért úgy tisztelni kell. Semmiképpen nem szabad odáig eljutni, ahova a mai világ eljut, hogy csak azért, mert valaki muszlim, vagy csak azért, mert valaki keresztény, hogy ebből feszültségek generálódhassanak, hanem azt kell nézni, hogy a hit, hogyha tudok valamiben hinni,
az erőt tud adni. És tényleg a nagyon fontos mondás, hogy a bennem lévő Isten. És ez nem Isten káromlás, hanem ez pontosan a hit. Az, hogy tudjak hinni valamiben, az az én belső értékrendemnek a megtartója. De szépen mondtad. Egyébként közeledünk a műsorunk vége felé, és hát nyilván kellene, még szerintem órák kellenének, hogy akár a patológiáról, akár az onkológiáról, akár a radiológiáról beszélgethessünk, de azért visszamennék egy picit a szakmához, hiszen ugye abból indultunk ki, hogy milyen hivatásotok van nektek. Kinek a saját területén? Mi az, ami mostanában a legnagyobb fejlődés? Mert hogy hatalmas ugrások találhatók nyilván a patológiában, és az onkológiában, és a radiológiában, és hát csak ilyen aprócska példa, hogy mondjuk egymástól több ezer kilométerre operálnak orvosok, és egy új eljárást vagy módszerteit meg tudod nézni, vagy ti tudtok szövettan nézni és konzultálni egymással. Szóval kinél mi az a nagy újdonság, amire úgy érdemes felhívni a nézők figyelmét? Hát én azt gondolom, hogy két dolog van a mi szakmánkban, ami az utóbbi években történt, és tényleg egy ilyen átütő vagy áttörő újdonság. Az egyik az, ami megváltoztatta a patológusok helyzetét, és ez az alapkutatásokból eredő molekulárisan célzott gyógyszeres terápiák kifejlesztése, amihez az kell, hogy a patológusok a molekuláris diagnosztikát hozzátegyék a diagnózishoz. Ez ugye nagyon, ez felemelte a patológusokat valójában az őket megillető helyükre a gyógyító orvosok közé. Ez szerintem egy óriási dolog, egy óriási fejlődés, rengeteget kell tanulnunk ahhoz, hogy ezt jól csináljuk, megfelelő módon, stb. És a másik, amit mondasz, az a digitális technika, ami elérhető ma már a patológiában, ma vannak már digitális mikroszkópok, lehet digitális metszeteket nézni, lehet távdiagnosztikát csinálni, lehet konzultálni a Föld egy teljesen távoli pontjáról, nézni ugyanazt az esetet, ugyanannak a metszetnek ugyanazt a két sejtjét, lehet ugyanígy metszeteken tanítani egy távol lévő fiatalabb kollégát. Rengeteg felhasználási módja van, és ez is fantasztikus, hogy ez ma már rendelkezésre áll. Magdi? Ugye hozott anyagból dolgozom, a patológiai lelet iszonyúan fontos, ahogy elmondta Janina. Ennek alapján tudunk használni új típusú gyógyszereket, mint például a biológiai anyagok, vagy egy vakcinaterápia. De pontosan a patológiai lelet teszi lehetővé, és talán meglepő, hogy pont ezt mondom, hogy megtalálni azt az alcsoportot, akinek nincs szüksége aktív onkológiai kezelésre, megműtik, és elég követni és megfigyelni. Mert olyan a viselkedése ennek a daganatnak, hogy semmilyen kémiai szerrel nem kell bombázni. Vagy annak olyanok, akiknek nincs szüksége a rettegett kemoterápiára, mert a biológiai tehát szer kombinációja. Tehát akkor azt mondod, hogy nem feltétlenül kell mindenkinek kihújjon a haja, és egyik hányás görcsnek jönnie a másik nem, után. Nem. Ez egy borzasztóan nagy vívmány, és talán az immuno-onkológia, hiszen eddig kimetszettük, besugaraztuk, a daganatot pusztítottuk, hogy a szervezetnek a saját immunsejtjeit hozzuk olyan állapotba, hogy támadják meg a daganatot és pusztítsák el. Ez egy új távlatot nyitott. Én igazából elindítom az egész folyamatot. Hát nekünk nagyon fontos a technikai fejlődés a radiológiában. A digitális technika az, hogy távolra tud az ember mind leletezni, mind konzultálni. Nem feltétlen fontos jelen lenni, ugyanúgy, ahogy a Janina mondta, hanem lehet tanítani, és lehet segíteni a kollégákat, vagy segítséget kérni. Az MR technika, amivel pontosabb daganatnagyságot, vagy az ellenoldalon a mammográfiával nem úgy ábrázolódó területeknek meg lehet mondani, hogy hány góc, milyen kezelésre van szükség. Tehát igazából a PET-CT az áttéteknél, hogy nagyon pici áttéteket így detektálni lehet. Tehát igazából ezek, ami nálunk a technika, ami nagyon-nagyon sokat jelentett
kezelés segítésében. Hogyha jönne egy jó tündér, és azt mondaná, hogy hölgyeim, lehet egy kívánságotok, kinek a saját szakterületén, és azt én teljesítem. Mit kívántok? Janina? Én azt szeretném, hogyha az egészségügyet megfelelően finanszíroznád, jó tündér. Ha Janináé teljesül, akkor hogy én csak a prevencióval, azaz a megelőzéssel foglalkozok, ne kelljen gyógyszeres kezelést adnom. Éva? Én igazából pont ugye ez, hogyha Janina teljesül, akkor az összes hölgynek a szemlélete változzon meg, és eljöjjenek hozzánk. Tehát, ugye, és vegyenek részt a szűrővizsgálatokon. De a legjobb lenne az, hogy nem lenne emlőrák. Jó tűnik, aztán munkanélkül legyek. Igen, ez tényleg egy olyan kívánság, amit egy tündér teljesíthet. Én nagyon szépen köszönöm, hogy Kóka Janina, Dank Magdolna és Ambróza Éva itt volt velünk. És azért azt gondolom, hogy ahogy az ő empátiájukat, meg toleranciájukat, meg nyugodtságukat hallgattam és láttam, hogy lehet, hogy mégiscsak női hivatást választottatok ezzel a patológiával, onkológiával, radiológiával. És az én őszinte szívemből kívánom, hogy a betegeiteket ezzel a türelemmel, szeretettel és tudással gyógyítsátok még hosszú évtizedeken keresztül, amiről most itt tanúbizonyságot tettetek. Köszönöm, hogy itt voltatok. Viszontlátásra, találkozunk egy hét múlva.